Korábban azon kellett elgondolkodni, hogy az építkezéshez, felújításhoz vagy bővítéshez kell-e építési engedélyt kérni, vagy csak bejelentést kell tenni. Hamarosan a gyakorlatban is csökkenhet a bürokrácia az építésügyi eljárásokban. Még az év elején 17 pontban fogalmazta meg a miniszterelnökség a kormány építésüggyel kapcsolatos céljait. Megszűnik az építési engedélyezés. A lakóházak esetében egyszerűsítés és mintatervek bevezetése várható. A jegyzők helyett a járási hivatalok fogják kiadni az építési engedélyt, a családi házak építéséhez pedig elegendő lesz a terv hatóság általi tudomásul vétele, és újra lesznek típus tervek is. Egyebek mellett ezeket tartalmazza egy, az építésügy átalakításáról szóló kormányhatározat. A legfeljebb 160 négyzetméter hasznos alapterületű pince, földszinti és tetőtérből álló lakóépületeknél az építésügyi hatóság csak tudomásul vételi eljárást folytat le. Ilyen eljárást eddig a használatba vételnél alkalmazott a hatóság. A lakosság a jövő év végétől nemzeti mintaterv katalógusból választhat lakástervet. A mintatervek tételes anyag és munkaidő ráfordítást is tartalmaznak majd. Az intézkedési tervben szerepel az is, hogy az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőkre és az építőipari kivitelezőkre vonatkozó felelősségbiztosítási keretrendszert. A lakáspiac javuló helyzete ellenére még mindig tovább lassul a lakásépítések száma. Ezt a KSH közlése is alátámasztja. Az építetők többsége saját használatra, nem pedig vállalkozási céllal vagy eladásra épít. A stúdióban Vég Józsefet köszöntöm, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei építészkamara elnökét. Jó estét kívánok! Az új építésügyi rendszer az elmondható, hogy kialakulóban van jelen pillanatban, hiszen vannak határidők, vannak pontok, amikor bizonyos részeit be kell tartani, és akkor itt most egyet emeltünk ki, mi tulajdonképpen az, hogy a legfeljebb 160 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépületeknél nem kell majd engedélyt kérni, építési engedélyt. Ez mennyiben lesz segítség, mennyiben fogja gyorsítani az eljárást, az építkezést magyarán? Ebben az új kormány határozatban, amit itt felvezettünk, nagyon sok olyan dolog szerepel, ami a miniszterelnökséget vezető miniszterünk, hát mondjuk azt, hogy menedzselésével a mi építésigazgatásunkat nagyon sok területen érintő gondolatokat tartalmaz. Hát ebben így a populárisabb vagy könnyebben érthető dolgok egyike, például az, hogy a 160 négyzetméter hasznos alapterületet nem meghaladó lakóépületeknél hagyományos értelemben vett építési engedélyt nem kell majd kérni. A hatályba lépés pontos időpontját most nem mondom meg, de hónapokról beszélünk, tehát nem valami nagyon távoli dolgokról, bár ennek a kormányhatározatnak jelentős része azért 2016-tal vagy 2017-tel lejáró határidőket is tartalmaz, de ez az építési engedély dolog, ez azt jelenti, hogy tervet azért ezután is csinálni kell, úgyhogy ne szakítsuk meg az összes építésszel a beszélő viszonyt, aki segíti ezt a munkát, viszont egy tudomásul vételi eljárásnak nevezett jóval egyszerű dolgot kell mindössze végrehajtani, ez egy levélből és ennek a tervnek a csatolásából áll, és ha viszonylag rövid időn belül nem érkezik reakció a hatóságtól, akkor el lehet kezdeni az építkezést. Az nagyon fontos, hogy időt és pénzt spórolhatunk-e ezzel a szabályozásra, vagy ezen a szabályozáson? Hát időt mindenképpen, a pénzt illetően még azt is talán spórolhatunk, hiszen a friss rádió hírekben egyébként a rendelet, vagy ez a határozat nem tartalmazza, de szintén ugyanebből a minisztériumból származóan például napirende van, és az országgyűlés vitája során lesz véglegesítve különféle ilyen eljárás illetékeknek az elhagyása egyebek, amit én teljes meglepetéssel, ez még ezekből az írott anyagokból se derült ki, hogy még ez is van a pakliban. Igen. Mi volt eddig jellemző? Mennyit kellett várni ezekre az engedélyekre? Hogyan lassította, vagy hogyan gátolta az építkezést? Ez nagyon fontos nem csak lakóházaknál, hanem akár középületeknél és más jellegű építkezéseknél is. A közelmúltban került bevezetésre, vagy erősödik, és folyamatosan a hétköznapjaink részévé válik ez az e-építési rendszer, illetve az ETDR alapú ügyintézés, amikor mindenféle építésengedélyezési eljárás, ennek volt egy múlt év végi határnapja, amitől ez most már mindenféle dologra szinte ez érvényes. Elektronikus felületen zajlik ez az ETDR rendszer, egyfajta ilyen, mint az ügyfélkapu, vagy egyéb dolgok, de egyébként összefügg az ügyfélkapuval is. A lényeg az, hogy ez a fajta elektronikus eljárásrend képezi a teljes építésigazgatásnak ma már szinte a
hátterét. Hát ehhez az átlag építető valójában gyakorlattal, tapasztalattal nem feltétlenül rendelkezik, úgyhogy ajánlatos ebben a témában jártas olyan szakembereket inkább bevonni, akik hozzáteszem, találkozok olyan partnerrel, ügyféllel, informatikus építetővel, aki nekem kifejezetten szemembe mondja, hogy ezt pedig ő neki tudnia kell, és ezt maga fogja végigcsinálni, és végig is tudja csinálni, némi tanácsra azért ők is szorulnak. Ez az egész több pontban megfogalmazott építésüggyel kapcsolatos új szabályozás tulajdonképpen, ahogy a miniszterelnökség is kommunikálta korábban, egyfajta garancia vagy biztosíték arra, hogy a következő uniós ciklusban rendelkezésre álló Európai Uniós források felhasználása is felelősségteljesebb, gördülékenyebb legyen, gondoljunk a beruházásokra, építkezésekre. Mi a kamarának a véleménye ezzel kapcsolatosan? Igen, tehát mindenképpen látni kell mögött a számos gondolat és üzenet mögött, hogy mindent szerintem egy igazi kormány célkitűzés mozgat, és pedig, hogy a 2014-2020 közötti uniós tervezési időszaknak, ahogy az előző időszaknak egy óriási hajrával sikerült, úgy tűnik, legalábbis a híradásokból erről értesülünk, jó hasznosítással, vagy egész magas szinten lehívni a támogatásait. Ezt a helyzetet szeretné megelőzni a mai kormányzat, és igazából rengeteg dolgot próbál tenni a bürokrácia csökkentés oldalán azért, hogy végül is ezek a források biztonsággal és hatékonyabban lehívhatók legyenek. Hát sajnos az aktuális pályázati kiírások az előző évi választások után ugye elindult ennek az előkészítése, és most talán végre egy év után elkezdődik az a fajta pályázati dömping, amit így TOP, meg GINOP, meg sokféle operatív program forog a levegőbe, akik ezzel foglalkoznak, úgy sejtik. Tehát egy hatalmas dömpingre számítunk. Ennek a kiírási részét, amennyire emlékszem, Lázár János miniszter, olyan két-három év alatt szeretné, és ez most elindul ősszel, felgyorsítani olyan mértékben, hogy az a típusú óriási torlódás ne következzen be a 2020-hoz közeledő időszakban, mint ami az előző tervezési ciklusban volt. Ezek a pályázati forrásokból való építkezések, beruházások, útépítések és stb. Lesznek, de hogyan látják azt, hogy az elmúlt időszakban újonnan épülő lakóházak, közintézmények, középületek, stb. Mennyire húzták az építőipart, mennyire lendítették az építőipart, hiszen többnyire bizonyos településeken, bizonyos régiókban inkább a felújítások, korszerűsítések voltak a jellemzők. Az elmúlt néhány év, ugye ezután a világgazdasági válság után tulajdonképpen látványosan rontotta az egész szakma munkaellátottságát. Ez igaz volt a tervezők világára, és ha a tervezőknek rosszul megy, akkor ez igaz lesz a kivitelezők világára is. Ettől függetlenül az elmúlt év végére tulajdonképpen hát az építőiparnak jelentős és nagy teljesítményeket mutató statisztikai számai jelentek meg. Ettől függetlenül ezek igen jelentős mértékben útépítés, közmű, egyéb infrastruktúrákból származtak, de például a lakásépítés, hát központi támogatás, az előző évi, mondjuk azt az állapotról mondom azt, hogy központi, létező központi segítség hiányában szinte nulla szinten át, éveken át lakást nem terveztünk mi egy építésziroda mellesleg vezetőjeként is mondom ezt, és hát a társasházépítés, ami egy hatalmas konjunktúrát tudott ugye jelenteni az építési ágazatban, teljesen megállt. No, hát ebben lehet változás, hiszen most szó van egyfajta áfa csökkentésről, stb., de erről most nem tudunk beszélni. Még egy mondattal, ma van az építészeti világnap, hogyan készül a kamara itt a megyében erre? Igen, hát itt a beszélgetésünk jelentős része az élet prózai dolgairól szólt. Valójában az építészeti világnap mindig díjátadásoknak, rendezvényeknek az alkalma, és a mi megyei kamaránk a világnap helyett világhónapot tart, legalább egyet vagy kettőt, úgyhogy több alkalommal lesz műhelybeszélgetés Nyíregyházán, ahol prominens építészeink így Kulcsár Attila a DLA könyvbemutatóját fogjuk megérni, de Budapesten Bán Ferenc szintén országosan ismert híres építészünknek hasonlóképpen könyvbemutatója lesz a héten szerdán. Köszönjük szépen, elnök úr, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget.